sziasztok! Ez a par szerintem ennyi volt. Végül nem rohantam el, de azt egyből megértettem, hogy hajdan miért pont a kuvaszt alkalmazták medve vagy bölény vadászatnál. Igen, a kuvaszra nagyon sok a rossz tévhit, ugyanakkor meg van, aki meg az egékig magasztalja, tehát eléggé szélsőséges a kuvasznak a megítélése, pedig hát nem ezt érdemli a fajta, mert egy nagyon jó, kiszámítható, jó kiegyensúlyozott idegrendszer rendelkező fajtáról van szó, magabiztos, bátor. Nyilván nem mindenkinek való, és talán ebből adódnak a tévhitek, mert ez egy őrzővédő pásztorkutya, azért ahhoz megfelelő gazdit vár el, a gazdinak az egyénisége az olyan kell, hogy legyen, hogy ő legyen mindig a vezető, a kutya meg a követő, tehát ezt el kell érni. Őrzővédő mi voltából kifolyólag, ugye nem csak házi állatnak, hanem akár polgárőr kutyának is tökéletes. Így van, pontosan. Hát Zajcsek Alfonz, ő egy több mint 100 évvel ezelőtt ért rendőrtiszt volt, sok fajtával foglalkozott, köztük a kuvasszal is, meg a pulival például. A könyvében azt a sort olvashatjuk, hogy a kuvasz minden feladata alkalmas. Tehát a rendőrség kötelékén belül is, vagy akkor ugye csendőrség volt, és ő megjósolt, hogy ez annyira sokoldalú és mindenre használható kutya, hogy a Nyugat-Európában a karhatalan rendőrségnél ő fog szolgálatot teljesíteni. 100 évre rá Zajcsek Alfonz elmélete beigazolódott. Magyarországon 2018 óta minden évben 5 kuvaszt avatnak polgárőr kutyává. Őrzővédő tulajdonságaikat kihasználva a kiképzett és levizsgázott kutyák a polgárőrök munkáját segítik. Jó! Igen, az őrzővédő feladatot először föl kell építeni, egyrészt a védőösztönre, másrészt a zsákmányszerző ösztönre. Ennek a kettőnek szinkronban kell egymással lenni, tehát mérlegnek a nyelve. Ahhoz, hogy ő egy jó, magabiztos, és meg tudja fogni a védőkat, vagy elfogja a csibészt, ahhoz ezeket a lépcsőfokokat meg kell tartani. Ha már hozzáteszem, hangsúlyozom, hogy egy polgárőr kutyának nem szabad támadni, és nem szabad neki beavatkozni, csak a rendőr kutya csinálhatja. Tehát ő neki csak biztosítani kell a helyszínt. Én párba megyek ki a kollégámmal, a kollégám intézkedik, én pedig biztosítom, hogy ha véletlenül őt megtámadják, vagy életveszélyes helyzetbe kerülhet, na itt lép a fontossági sorrendbe az őrzővédő munkának a jelentősége, ezért nagyon komolyan veszik ott a vizsgát, akkor én küldhetem a kutyát, és akkor meg kell, hogy fogja azt a bűnözőt, aki az én kollégámat meg akarta támadni. Figyelj, Tuli! Most szimat munka jön, jó? Figyelj! Tehát meg kell mondanod, hogy melyik kezel vagy mutatni. Figyelj, szimat! Eltalálta. Engedelmeskedő? Hadd mondjam már végig! Nem tudom végigmondani, de okos édes kutyusok a kuvaszok, úgyhogy mi annyira összebarátkoztunk.